Gála este zárult a 4 napon át zajló Szászrégeni Magyar Napok, amelyet idén 11. alkalommal szerveztek meg. Ketten kaptak életműdíjat, Fábián András, a Szászrégen és Vidéke havilap főszerkesztője, és Ady István, református lelkipásztor. A Szászrégeni Kemény János Művelődési Társaság és a helyi RMDS immár 11. alkalommal szervezte meg a Szászrégeni Magyar Napokat október 24-e és 27-e között. A rendezvénynek az a fő célja, hogy lehetőséget teremtsen a magyar anyanyelvűek számára a találkozásra, az együtt töltött minőségi idő eltöltésére, a szórakozásra és a művelődésre. Ez az esemény köt minket össze, összekötő kultúránkat, hagyományainkat, összefogja a közösségünket és erőt ad nekünk. Évről évre megérezzük, hogy egy csapat vagyunk, egy egység vagyunk, és ilyenkor tudjuk azt igazából felmutatni, hogy a régeni közösség egy erős közösség. A jól bevált programok minden évben ismétlődnek, de igyekeznek mindig valami újat is csempészni a programba. Bodó Zoltán fő koordinátor szerint a rendezvény nem csak a szászrégenieknek, hanem a környékben élőknek is szól. Próbáljuk a minden féle, vagy minden téren elérni azt a kultúrát, ami gondoljuk, hogy érdekli a szászrégeni magyarokat, de nem csak a szászrégeni magyarokat, mert a szászrégeni is környékét is. Vasárnap gálaestel zárult a 4 napos rendezvény, amelynek keretében 2 életműdíjat is kiosztottak. Ezúttal Fábián András, a Szászrégen és Vidéke havilap főszerkesztője, valamint Ady István, nyugalmazott református lelkipásztor, a Magyar Fülöpösi Szorvány Kollégium létrehozója kapta meg a rangos elismerést. Ez volt az első olyan év, amikor nem szászrégeni személyt is kitüntettek.